Komoly segítség a szülőknek, hogy június 16-ától szervezhetők napközis és ottalvós nyári táborok az előírások betartásával. Sok szülőnek komoly problémát jelent 14 éven aluli gyermekük felügyelete a nyári szünet idején, mert a koronavírus járvány miatt sokan már kivették a szabadságukat. A táborhelyek nagyon gyorsan telítődnek, így a szülőknek ajánlott minél hamarabb a táborválasztás témájával foglalkozni. A Kossuth Lajos utcában működő Lovasport Egyesület, illetve a Kemence Egyesület az előző évekhez hasonlóan az idei nyára is számos tábort hirdet. Mint megtudtuk, hihetetlen roham indult, és azóta is megállás nélkül érkeznek a jelentkezések a meghirdetett nyaralási programjaikra. Nagy részben a már megszokott táboraink indulnak. Július 6-ai héttől 6 héten keresztül heti turnusokban ugye a lovas nomád nyaralási programjaink lesznek, egészen augusztus első hetéig, és a Szönyi Lovasport Egyesületnél. Hát ezeknek a táboroknak a nagy részét pillanatok alatt befoglalták a szülők. Ugye mi mindig januárban írjuk ki az éves programnaptárunkat, és mert ugye akkor kell ugye betervezni a szülőknek már a szabadságot, és le kell adni. Ugye egy része már betelt márciusig, aztán volt egy kis megtorpanás, és most 2 hét alatt azt tudom mondani, hogy a férőhelyeinknek közel a 70%-a megtelt. Tehát ebből is az látszik, hogy nagy igény mutatkozik szintén a nyaralási programra. A másik programsorozat a Kemence Egyesületnél lesz. Ugye ez itt, a két szervezet, ez itt egymás mellett szimbiózisban működik ezen a 2 hektáros területen. Ott ugye lesz egy aprósév táborunk, ahol a nagyikkal sütnek, főznek majd a gyermekek. Lesz egy barkácsolós táborunk, ilyen kisgazdatábor, ahol fognak készíteni fából különböző tárgyakat, illetve megtanulják a tűzgyújtás rejtelmeit, hogy kell művelni egy konyhakertet, hogy kell bizonyos dolgokat, amit elromlanak otthon megszerelni. Tehát ez inkább ilyen igazi kisfiús tábor, de nem kifejezetten, mert természetesen kislányokat is várunk rá. Ide azonban ezekre a programokra 8 év fölötti gyermekeket várunk, hisz azért itt már késsel, kalapáccsal, tehát olyan eszközökkel, amik egy kisebb gyermeknek még nem áll rá úgy a keze, hogy ezekkel dolgozunk. Tehát itt nagyobb gyermekeket várunk, illetve nagyon népszerű, és már csak alig van helyünk a bábtáborra. És az idén év újdonsága még egy makettábor lesz, ahol készítenek olyan maketteket is, amiket természetesen hazavisznek a gyermekek, de folyamatosan az idei évtől majd elkezdünk elkészíteni egy-egy olyan makettet, ami egy komáromi nevezetesség, úgyhogy a későbbiekben szeretnénk majd ennek egy kiállítás helyszínt is keresni, hogy amit itt elkészítenek a gyerekek, az valahol majd egész évben folyamatosan látható legyen. A táborokra jelentkezni a kemence.regisztrációkukac@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 770 4 11 11-es telefonszámon lehet.